Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a nevem Tamás Zsolt. Egy teljesen elérhető árkategóriába tartozó használt autót fogok most bemutatni nektek, ami nem más, mint a második generációs Fiat Punto. Magának a Puntónak a történelme viszont ennél régebb óta íródik, hiszen 1993-ban gördült le még az első a gyártó sorokról, és az első generációt magát 1999-ig gyártották, ezt váltotta 99-től 2010-ig a második, majd közben már lényegében 2005-től 2018-ig a harmadik. 2003-ban pedig már az 5 milliómodik adott Puntót ünnepelte a Fiat, ennek apropójából jött is egy facelift, és egy ráncfelvarrás, de ez még a csíklámpás kivitel, az utána lévőt nevezzük nagylámpásnak, de érkezett belőle klasszik, illetve grande Punto is. Ez viszont egy rendkívül egyszerű konstrukció, 1-2-es, 60 lóerős, 4 hengeres erőforrással szerelve, nyilván nem egy tekintet vonzó külsővel rendelkező modell lesz, tehát semmi különlegesség nincs benne, arra viszont tökéletesen elegendő, hogy A-ból B pontba eljussunk, várostáblán belül legalábbis mindenképpen, de még akár azon kívül is. A mostani videóban tehát megmutatom, hogy mire képes egy pár százezer forintért megvásárolható példány, amiben már manuális klíma, szervórásegítés és elektromos ablakemelő is van, mikre kell figyelni, hogyha valaki egy ilyen autót szeretne vásárolni, és igazából mit ad a mindennapjainkhoz, mire való és mikor használható jól egy ilyen típus. Felmerül az emberben a kérdés, hogy mennyi pénzt érdemes szánni egy autóra, luxus termékként tekintünk rá, vagy éppen használati tárgyként. Van, aki sok millió forintot szeret kifizetni, hiszen neki a legfontosabb a presztízs, de a magyar pénztárc, valljuk be, azért nem ennyire vastag, szóval itthon még az, hogy pár millió forintot kifizessünk egy új autóért, az elég nehézkes folyamat, inkább azért a reálisabb, a közé a régebbi modellek tartoznak, nem véletlen, hogy a magyar utakon azért az átlag életkor az autóknak 13-14 év. Hát nem kevés. Egy Fiat Punto második generációs sem az vesz, aki nagyon tehetős, hanem az, aki szeretne praktikusan közlekedni, és nem kíván sokat költeni egy ilyen autóra. Persze lehet, mint minden használt modellre, de legalább megvannak azok a típusbetegségek, amik kiderültek az elmúlt másfél, két és fél évtized során, és amikre figyelni kell. Igazából külsőleg, főleg a csíklámpás Puntóban semmi olyan szerethető nincsen, ami miatt az ember odafordul, és azt mondja, hogy gyönyörű autóról beszélünk. Omnia vincit amora, szerelem mindent legyőz, de itt ez mondjuk annyira azért nem hiszem, hogy egy ilyen helytálló tézis. Igazából tényleg az eleje az autónak olyan, amilyen. Hát ezek a csíklámpák, a világítása, nem mondom azt, hogy mintha te a mécses lenne, hiszen azért lehet velük látni éjszaka, de hát messze vannak a modernebb xenonos, vagy éppen főleg ledes megoldásoktól, nem is ezt várja az ember ennyi pénzért. Nincs is különleges domborítása a motorvezetőnek, ráadásul ez a piros festés, ugye hát mint ahogy minden piros színezés, az képes kopni, illetve fakulni az idők alatt, főleg a napfénynek köszönhetően, ez itt is azért látszik, illetve ami még típusbetegség, az a lakkozásnak az elmálása. A motorvezetőnek a baloldali részén már itt is egy aprócska kis részen már látható az, hogy bizony a lakhiba az előfordul, hát nyilván ilyenkor fényezni kell a motorvezetőt, ami hát manapság már egy olyan 20 és 30-40 ezer forint közötti tétel lehet, de nem biztos, hogy mindenkinek ezzel érdemes foglalkozni. Az ablaktörő lapátokra is rögtön kitérnék, hiszen ezekkel is lehetnek problémák, hiszen a mechanika elfáradhat, hogyha nem működik, akkor onnantól kezdve az egésznek a cseréje oldhatja meg a problémát. A Puntónál minden csak pár tízezer forintba kerül, de nyilván, hogyha minden egyszerre merül fel, mint hiba jelenség, akkor azért sok tízezer forintról is beszélhetünk. Szerencsére ez a modell azért nem ilyen, hiszen itt azért költött rá az előző tulajdonos, és én is majd el is fogom mondani, hogy pontosan nem miket. Ha oldalról rátekintünk az autóra, akkor láthatjuk, hogy nem egy méretes jármű ez, hiszen mindössze 3835 mm, a tengelytáv pedig 2460 mm. Az ajtók sem nyílnak egyébként nagyon tágasra, szóval nem 90 fokban az autótesthez képest, de azért be lehet huppanni. Elő legalábbis kényelmesen be lehet állítani az ülés pozíciót ahhoz, hogy 185 cm-es magasságra, mint amilyen én vagyok, úgy normálisan lehessen utána közlekedni, de mögöttem azért pont annyi hely maradt, hogy még éppen odaférjen egy ugyanilyen magasságú ember. A fejtér és a lábtér is nyilván necces lesz, de azért használható akár négy személy számára ez a Fiat Punto. Nem azt mondom, hogy több ezer kilométeren keresztül kényelmes, de ennek ellenére még négy személy is képes utazni úgy, hogy hát A-ból B pontba tényleg eljusson egy ilyen autóval. Illetve hát nyilván itt kis keréktárcsák vannak, mindössze 14 szolosak a gyári méretek, legalább a gumisztatás az olcsó, bár egyébként érdekes, hiszen 2019-ben vásárolt még az előző tulajdonos 4 darab Hankook gumit erre az autóra, akkor 45 ezer forintba került, manapság már ez inkább 60-65 ezer forint, hát azért elég kemény, hogy hova elmentek a gumiárak is, az autóárak mellett természetesen. Szóval oldalról semmi különleges, de
elfogadható külsővel rendelkezik a Fiat Punto második generáció, ahonnan viszont nekem kimondottan tetszik az a feneke. Főleg ezek a lámpák, amik a csomagtérajtó két szélén futnak végig, jól mutatnak, különlegesek, egyediek, tényleg innen lehet igazán megismerni a Fiat Puntót, hogy ez egy Punto, de hát nyilván ott vannak a különböző feliratok is, amik erre utalnak. Fontos a lámpatestekkel kapcsolatosan, hogy oxidálódhatnak a különböző vezetékek, amik arra utalnak utána, hogy össze-vissza villog minden, esetleg az indexnél felvillan a féklámpa, vagy fordítva, és a műszerfal is ilyenkor egy picit megbutulhat. Ezekre azért érdemes figyelni, érdemes kipróbálni ezeket a különböző irányjelzésre használható lámpatesteket. Hátul is van ablaktörlő lapátunk, ez tök jó, mert egyébként azért oda fölveri a sarat esetleg olyan dzsugás időben az autó. Mögötte pedig, hogyha kinyitjuk a csomagtér ajtót, akkor 297 liter tudunk telepakolni. Van egy ilyen kis küszöb, amin mindenképpen át kell emelni a különböző cokmókokat, de amúgy kisebb bőröndök vagy zacskók bőven elférnek ide, és hát le is lehet dönteni a hátsó ülés támlákat bizonyos modelleknél, amik hát nyilván segítenek abban, hogy még nagyobb teret nyerjünk, és hát mintha egy egyterünk lenne, úgy tudjunk utána pakolászni. Szóval igazából egy kicsi praktikus, de egész jó helykínálattal rendelkező modell ez a Fiat Punto. A belseje pedig hát semmi extrát nem tartalmaz. Műanyag elemek nyilván, az összerelési minőség amúgy nem rossz, és nyikorgásokat, különböző zörejeket, főleg így már majdnem 20 év után lehet hallani. A szélzaj is azért megemelkedik, főleg 90 km/h fölött, hiszen azért a szigetelés az messze áll egy prémium kategóriától, de abszolút nem használhatatlan országúti tempónál még tök élvezhető. Azért autópályánál már sem ereje nincsen ennek a 60 lóerős motornak, a szélzaj is eléggé magas, szóval azért szerintem egy olyan 120-ig lehet ezzel maximum kényelmesen közlekedni, de azt mondom, hogy így a beltér egyébként nem hangosult, legalábbis városi viszonylatban. A kormánynak jó a fogása, mögötte pedig van egy műszeregységünk, ami analóg természetesen, láthatjuk a különböző adatokat, plusz van még egy ilyen kis pici kijelzőnk, ahol maga a fogyasztási adatok láthatók, ami azért vicces, mert a facelift előtt még azt mutatja, hogy hány kilométert tudunk egy literből megtenni, a facelift után viszont normál fogyasztással kalkulálhatunk, ami hát nyilván azért használhatóbb így a mindennapokban. Van irányjelzőnk, illetve könnyedén tudunk különböző útszakaszokat mérni. Középen van egy rádió, ez egy aktív kivitel, vagyis 4 hangszóval van rendelkező modell. A klíma az jól vezérelhető, hiszen itt még fizikai gombok vannak, és manuális klímával rendelkezik. Nagyon sok Puntóban nincsen, és azért én biztos nem vennék olyat, amiben nyára legalább valamilyen hűtés az nincsen. Itt jól működik szerencsére, ez egy hasznos dolog azért a nyári melegben, illetve elektromos ablakemelőkkel rendelkezik az aktív felszereltség, plusz City Servo is van benne, ami egy gomnyomással aktiválható, nagyon kényelmes, és az új autókat megszégyenítő könnyedséggel lehet tekerni utána a kormányt, de itt is lehetnek problémák, például a facelift előtt a relék éghetnek ki, facelift után pedig a holdpont jeladók mehetnek tönkre, onnan veszük észre, hogy hibás valamelyik, hogy egyik irányba esetleg nehezebben lehet tekerni a kormányt, vagy megszűnik a szervó rásegítés. Az üléseknek a kényelme rendben van, itt nem tudom, még menő volt ebben a korban az üléshúzat, és itt is van, nyilván ezek már egy picit meggyűrődtek, de amúgy kényelmesek. Az ülőlapnak a hossza nyilván lehetne nagyobb, illetve az oldaltartása is lehetne jobb, de városi közlekedésre alkalmas. Egyedül a fejtámla az, ami túlságosan hátul van, illetve hát ez a kicsit erős, de gumírozott műanyag azért nem túl kényelmes a fejnek. De alapvetően komfort szempontjából különösképpen nagyobb problémám nincsen ezzel az autóval. Na hát motorizáltság tekintetében aztán rengeteg mindenből választhatunk, nyilván benzines és gázolajos verziókból. Gázolajosból volt 1.9-es, ott is 80-85 lóerős vagy kisebb teljesítményű, benzinesből pedig 1.2-es, 8 szelepes, 16 szelepes. Talán utóbbi kettő a legjobban javasolt, hiszen dízelt egy ilyen autóban, főleg ilyenkorú autóban venni, hát már nem biztos, hogy kifizetődő, főleg, hogy a common rate kérünk. Nyilván tartós konstrukciók, de hát akkor is ott van elég sok olyan alkatrész, aminek a javítási költsége igencsak magas lehet. Az 1.2-es 60 lóerős motor, ami ebben durozsol, az pedig tökre vállalható, 4 hengeres, és hát nyilván mivel egy 875 kg-os kaszniról van szó, ezért könnyedén tudja mozgatni, 102 Nm a maximum nyomatéka, és hát 155-tel lehet repeszteni maximum, szóval igazából gyorshajtási bírságot autópályán se nagyon lehet összeszedni, de egyéb környezetben igen, hát nem menjünk semmiképpen se gyorsan, tényleg tartsuk be a közlekedési szabályokat. Maga a 14, nagyjából 2,3-es gyári 0-100-as gyorsulás sem mutatja, hogy ez egy rakéta lenne, de amúgy az 50-60-70
km/h, tök könnyen föl lehet venni, tehát lehet vele szaladgálni, és semmi gond nincsen, soha nem volt az, hogy letoltak volna az útról, legalábbis várostáblán belül, semmiképpen sem, de mondom, ott azért 100-110 után már nem nagyon marad ereje ennek az autónak, ha valaki fickósabb járművet szeretne, akkor inkább a 16 szelepes, picit bonyolultabb, de még mindig egyszerű, és 80 lóerős benzinmotort keresse, de szerintem a 60 is tökéletesen elég mindenre. Nyilván azért van mire figyelni, például a dízeleknél a vezérműláncra kell mindenképpen, hogy időben legyen cserélve, a benzineseknél pedig a hengerfej tömítés éghet át, a gyújtótrafók is lehetnek problémásak, de amúgy összességében azért nem jellemző, hogy különösebb gondok lehetnének ezzel a motorral, még esetleg a különböző tömítések fáradhatnak el, szelepfedél tömítésnél is jöhet egy pici olaj, a karternél is érkezhet azért egy kis olajfolyás, tehát ezekre érdemes odafigyelni, de hát nem egy olyan nagy tétel egyik sem, hogy azt mondhassa az ember, hogy úristen, emiatt azonnal el kell tántorítani őt a vásárlásától egy ilyen Fiat Puntónak. És most is látszódik, hogy tök könnyen felvettem a forgalom ritmusát, tehát itt semmi gond nincsen, és van még egy 5 fokozatú manuális váltó ebben az autóban, ami remekül kapcsolható, ennek köszönhetően tényleg jól használható az autó. A kuplungnál mondjuk előjött egy probléma, amit nekem javítani kellett, az a kuplung munkahengereknek a hát elfáradása, lényegében teljesen tönkre mentek, ezért a fő munkahengert vagy az alsót is cserélni kellett. Az olajcserével együtt egyébként 75 000 forintba került, nyilván egész kedvező lehetőségekkel. Azért lehet költeni egy ilyen régi használt autóra, és annak ellenére, hogy nyilván nem egy drága autó úgy összességében, de minden rendben van egy ilyen autóval, nem különleges, sem kívülről, sem belülről, viszont használható, amire esetleg manapság használható, tényleg arra való is. A futómű egyébként elől lengőkarokkal van megoldva, hátul pedig rugós kivitel, a kényelem az teljesen jó, tehát igazából el lehet vele szaladgálni bátran, jól csillapítja az úthibákat, és egész tartós konstrukcióról is beszélhetünk. A fogyasztása pedig egy ilyen 1.2-es 60 lóerős motornak úgy alakul, hogy városban 6,5-7 liter nagyjából, amit bekajál, nyilván vezetési stílustól függ. A várostáblán kívül országúton viszont nagyon jól lehet vele fogyasztani, nagyjából 4,5-5 literre is le lehet vinni, hogy a konstans tempót autókázunk. Szóval a vegyes az nagyjából ilyen 6 liter. Persze ehhez hozzájött esetleg a klímahasználat, vagy hogyha lehúzzuk az ablakot, mert ugye az nem túl takarékos, de nagyjából így van ez a helyzet. És hát mennyibe kerül egy ilyen Fiat Punto, mert ugye vezetéssegítő asszisztens szolgáltatások ebben még nincsenek, szóval az, hogy táblafelismerés, sávtartó, vagy bármi keresztforgalomfigyelés, tolatókamera, hát nincs se tempomat, semmi ilyesmi, de legalább nincs is minek elromolni egy ilyen autóban, tök jó dolog, legalább ez tényleg egy szögegyszerű tartós szerkezetről beszélünk. Tehát, hogy áll itt a történet abból a szempontból, hogy mennyibe kerülnek a Puntók? Olyan 200 000 forintért nagyon lelakott példányokat meg lehet vásárolni. Hát ez nyilván még egy olyan lehetőség, amivel én nem élnék, mert arra legalább 3-szor annyit rá kell majd költeni. Itt mondjuk egy vezérléscsere teljes áron számlával 130 000 forintba került. Ugye a rozsdára mindenképpen figyelni kell, mert korrodálódhat, főleg a küszöb egyébként, itt a jobb oldali meg is volt csinálva 100 000 forintért ennél az autónál. Tehát azért egy-két dologra mindenképpen oda kell figyelni, amikor vásárolunk egy ilyen autót, és éppen ezért a 200 000 forintos kategóriát én hanyagolnám. 300 000 és 400 000 forint környékén vannak azok, amik már aránylag vállalhatók, de nincs bennük még klíma, és klíma nélkül én soha nem vennék autót. Van, aki allergiás rá, igen, én biztos, hogy nem. Olyan 400 000 és 500 000 forint környékén már meg lehet kapni a csiklámpás Puntókat, normális a felszereltséggel, mint hogy ez is nagyjából ennyibe kerül, és hát e fölött kezdődnek már a faceliftes kivitelek, a Grande Punto pedig inkább ilyen 800 000 forint fölé megy, és akkor onnantól 1 millió fölé is kerülhetünk, attól függően, hogy hány kilométert futott az autó, vagy éppen azt, hogy nyilván attól függően, hogy milyen felszereltséget szeretnénk választani, és milyen motorizáltságot, mert a Grande Puntónál már ugye 1.4-es 80 pár lóerős változatot is vásárolhatunk magunknak. A Fiat Puntónak, tehát a második generáció egy olyan autó, ami tényleg arra alkalmas, hogy elvigyen minket A-ból B pontba. Kisfogyasztású, könnyedén és egyszerűen alacsony fenntartási költségekkel rendelkező modell ez, aminél van néhány dolog, amire oda kell figyelni, de összességében azért nem fogja a pénztárcánkat jelentősen megterhelni egy ilyen autónak a fenntartása, és az egyéb extrák, amik benne vannak mondjuk egy ilyen típusú autóban, mint a City Servo, az elektromos ablakemelő, vagy éppen a manuális klíma, lényegében tényleg mindent megadnak ahhoz, hogy az ember viszonylag jól érezze magát. Más kérdés, hogy ezzel az autóval villogni biztosan nem fog, hát nem is arra készült, és nem is azért lehet ezt venni pár százezer forintért. Egyébként bőven konkurens ennek az autónak, csak drágábbak, Volkswagen Polo, Renault Clio, Ford Fiesta, szóval lehet itt vásárolni, csak tényleg akkor még akár többet kell összegyűjteni hozzá. Remélem, hogy tetszett tényleg a videó, hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára mindenképpen, és hát TikTokon is kövessetek, hogyha tehetitek, a rövidebb videókat ott szoktam közzétenni. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!